Nézelődő külföldiek, fotózkodó fiatalok, a határon túli turisták és a belföldi látogatók számára egyaránt kiemelt úti cél Nyíregyháza. Ez a város az egyik legszebb látnivaló a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezőknek. A Nyíregyházára látogató turisták széles vendégkörből kerülnek ki, de a meglévő attrakciónk ugye elsősorban családközpontúak, tehát az állatpark, a fürdők, sőstó, valamennyi létesítménye, mondjuk a kalandpark, de a belvárosi kockapalota is mind-mind a családok szórakozását szolgálja. Ugyanakkor tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ez a mai turistának már édeskevés. Mindig valami aktuális, színes programot kell biztosítani a városban. A megyébe érkező belföldi látogatók száma az elmúlt években folyamatosan nőtt, az idei év első felében azonban 2%-kal visszaesett. Ezzel szemben a külföldi turisták száma 12%-os emelkedést mutat, ami az országos növekedést is meghaladja, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. Az első 6 hónapban közel 64 ezeren látogattak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, közülük 14 ezer vendég határon túlról érkezett. Ők összesen 34 ezer vendég éjszakát töltöttek valamelyik településen, így tartózkodásuk átlagos ideje emelkedett 2016-ban átlagosan 2,4 éjszakára. Legtöbben Romániából érkeztek, közel 3,5 ezer vendég. A második legnagyobb küldőország Ukrajna, ahonnan közel 2000-en érkeztek. Ez a vendégforgalom egyébként mérséklődik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Jelentős még a szlovák forgalom, itt 1500 körüli esetszámról beszélünk a vendégeket tekintve, és a lengyel-német országból ide látogatók száma is 1000 fölött alakul. Mindenképpen meg kell említeni a lengyel turisztikai keresetnek a jelentős növekedését, hiszen ők 2000-re többen látogattak az év első 6 hónapjában a megyébe, mint egy évvel korábban. A nyíregyházi turizmus 3 alappillére az állatkert, a múzeumfalu és a gyógyfürdő, főleg azért, mert olyan széles körű programmal várják a vendégeket, amelyek rossz idő esetén is kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Több Szabolcs megyei városban is emelkedett a turisták száma idén, Nyírbátorba főleg a kulturális rendezvények miatt látogattak, de Mátészalkán és Kisvárdán is emelkedett a vendégek száma. Az idegenforgalmi főszezon július és augusztus, ez a két hónap még sokat változtat majd az éves adatokon. Ha az előző évet tekintjük, akkor ezekben az időszakokban jellemzően megugrott a vendégészakáknak a száma, illetve ha viszonyítani akarom, hogy milyen sokat jelent az, hogy itt főszezonról van szó, akkor azt mondhatom el, hogy például egy június havihoz képest júliusban is, de augusztusban is akár 3-4-szeresére is nőhet a vendégészakáknak a száma. Ez azt jelenti, hogy az egész éves vendégforgalom alakulására is jelentős hatással lehet még a nyár hátralévő időszaka. A belföldi turisták száma még az augusztus 20-ai ünnepség miatt emelkedhet. A szállás.hu adatai szerint az ünnepi hétvégére megtelt a nyíregyházi szálláshelyek nagy része is. De elsősorban a fürdővárosok dominálnak, országos viszonylatban a szállodák 85%-át már lefoglalták. Az átlagos foglalási érték 37 ezer forint, amelyet minden hatodik belföldi utazó szépkártyával fizet.